Sziasztok, ez itt újra a Finger csatorna filmmutató film támadása, vagy rovata. És ugyanez még 2016-ban történt, hogy ezt a két filmet megtekintettem, erről a mai adás szólni fog, de már 2017-ben volt csak időm fölvenni, illetve ti is ekkor fogjátok látni a YouTube-on. Tehát ilyen tekintetben ez az első 2017-es filmtárodásunk a csatornán. Ma két vadi új filmmel, az Assassin's Creed filmváltozatával, illetve a Fegyvertelen Katona című 10 év után visszatérő Mel Gibson rendezési filmről fogok nektek mesélni. De előtte mesélnék arról, hogy mennyire nincs tényleg marketingje manapság egy-egy filmnek. Korábban minimálisan beszélgettünk erről Mozimánia Zolival az interjúban. Ezt láthatjátok az oldalon is. De most közben eszembe jutott, hogy tényleg olyan szempontból most neki is mennyire igaza volt, hogy ha néha hallgatjuk a rádiót, meg szüleim is szokták hallgatni, és nagyon előtűnik, hogy egy-egy forgalmazó, ha nem nyom be egy filmet, meg reklámoz direkt, tehát először hoztak pénz ellenében is a rádiónak, vice versa, akkor gyakorlatilag egy-egy film sorsát itthon nagyon eldönti az, hogy mennyire van reklámozva. Hát ne felejtjétek el, korábban az Avatárnál, vagy a Csillagháború 7. részénél a legnagyobb volt a gépezet, de említhetjük a kis kedvencek illetét, amely minden oldalon jelen volt, például a Spártól kezdve át, lehetne sorolni Tesco-n is, és több helyen át, hatalmas sikere volt mindegyik filmnek, hatalmas nézettséggel. Jó, mondjuk az Avatárnál ott volt az első 3D, vagy igazából nagy költségvetésű 3D-s film sugallata is, a Csillagháborújának hatalmas múltja. De ha nem lett volna ekkora marketing gépezete és hype-ja, amekkora volt, és mindenhol reklámozták, posztereken át, rádión, interneten, a különböző boltokban és termékekben, akkor nem lett volna ekkora hatás, nem lett ekkora bevétele. Azt tudja, hogy nem lett volna ekkora. És ez nagyon sokat számít, és most így észrevettem, mert itthon például a kokáért egyes filmek nem biztos olyan nagy figyelmet kaptak idén, mint amit megérdemelnének. Itt van egyébként például a Fegyvertelen Katona, hogy átkössök a mai témánkra, illetve egyik filmünkre is, hogy a legkisebb teremben játszották. Talán pont azért, mert én is az utolsó pillanatban tudtam meg, hogy egyáltalán évvégén vetítik. Én azt hittem, hogy csak átcsúsztatják majd 17-re, hiszen ez már egy novemberi bemutatójú film az amerikai mozikban. Itthon csak szinte az ugyanem az utolsó napra rakták 16-ban. Assassin's Creed-et is majdnem az utolsó nap volt, bár a legtöbb helyen, amit néztem, elcsúszott az is jövő évre. Ezeket a filmeket annyira itthon nem reklámozták, az Assassin's Creed-et még szó, de a Fegyvertelen Katonát az például egyáltalán nem. Ennek ellenére, minő furcsa dolog, ugye a legkisebb teremben rakták a legnagyobb mozi hálózat tekintetében, Pécset. A terem az teljesen tele volt, igaz, hogy mondjuk csak 7 soros terem volt, vagy 8, de az tömig tele volt, és mindenki a legtöbb esetben, ahogy néztem, élvezte a filmet. Érdekes, hogy ennek nem volt egyáltalán nagy marketing értéke, még így is siker volt. Ennek egy oka lehet, valószínűleg ez Mel Gibson neve. Hiszen ez egy 18-as filmről volt, majd erről is mesélek, hogy miért és hogyan. Így hát azt sem mondhatjuk, hogy a gyerekektől hallottak volna esetleg a szülők, vagy reklámoztak volna itt tudtam ott. Itt egyértelműen valószínűleg Mel Gibson neve hozta el azt, hogy tele legyen, még ha egy viszonylag kicsi terem is, de tele legyen, egy olyan film, amiről gyakorlatilag szinte nem is lehetett itthon hallani.
Tehát ilyenkor jutott eszembe igazán az, hogy mennyit számít, hogyha minden nap nyomnak a rádióban, az interneten és a különböző buszmegállók poszterein és a boltok különböző műzlis és egyéb polcain, csoki polcain egy-egy filmet, hogy mennyire nyomnak, hogy mennyire sem. Ezt eléggé meg tudja dobni szerény vélemény szerint egy film bevételét, főleg, hogyha ez a film ugye 12-es karikájú mondjuk, és az egész család megnézheti. Ezért ez nagyon sokat számít. Most csak úgy hirtelen ezt így fölvetettem. Nem tudom, hogy sokak meglepetésére vagy sem, de ez így most tudatosult bennem, és az is, hogy hát vannak kivételek, de ez a kivétel valószínűleg tényleg olyan szempontból lehetett, hogy 10 év után tért vissza egy ilyen megképzelés, és hogy hogyan tért vissza, azt mindjárt a szünet után meg fogjátok tudni. Most pedig beszéljünk a fegyvertelen katonáról, amely filmet, ha jótom, már elég régóta meg akarta csinálni Mel Gibson. Közben viszonylag nagy költségvetéssel, és hát ez neki azért volt nehezére, véleményem szerint, mert tudható, hogy hát eléggé háttérbe volt helyezve. A kétszer, azt hiszem 2006-os ugye alkoholista csitózós esete okán, és emiatt sajnos nagyon sokan nem igazán foglalkoztak vele, legalábbis nem olyan szinten, amit megérdemelt volna, mert szerintem rendezőként a legtöbb esetben ő nem okozott negatív csalódást nekünk. Tehát rendezőként azért legtöbbször ott volt a szerep, ha mondjuk számra hát a passió az egy kicsit már túlnyújtott volt és nagyon-nagyon túl véres, de még összességében sem egy olyan rossz film. Az apokaliptikó, vagy apokaliptóhoz pedig hát már annyira ultra brutálisan véres volt meg naturalista, hogy ott szintén ezt nehezen tudtam elviselni, de igazából ez nem csak teljesen megjösszönnek a hibája volt már számomra, hanem mégis ez egy szubjektív negatív hatás. Ennek ellenére az összes fiát, főleg a Rettenhetetlen az a legjobb, véleményem szerint, máig a fegyvertelen katonán túl is. Tehát én szerettem az ő alkotását, az egyetemi volt, hogy ő rámegy a legtöbb esetben, ha mennyire lehet a brutalitásra, a realizmusra, naturalizmusra. Illetve egyes karaktereknek a kiemelésére, és aznak szinte a szentté tételére. Ez a legtöbb filmje esetén látható a főszereplő tekintetében. A Rettenthetetlennél is, és lehetne sorolni. Ezek a karakterek nem teljesen szürkék, hanem inkább fehérebbek, színtisztábbak. Nincsenek annyira jól ilyen szempontból kidolgozva. És egyébként itt is az a helyzet Andrew Garfield esetén, a fegyvertelen katonában, ugye aki Desmond Doss-t alakítja, eléggé érdekes neve van a karakternek. Viszont ez a film elérte azt, hogy azok is megismerjék, akik nem az amerikai történelem teljes ismeretét tudják magukban, és ezért ez elég jó. Mert én például azt sem tudtam erről az egyénről. Tehát megvan ennek a filmnek például megint a vonzere, és szerintem Rettenthetetlennél meg így lehettek talán az amerikaiak, már akiknek tetszett a film, hogy ott sokkal jobban meg tudták ismerni az ottani főszereplőt, mint mondjuk gondolhattuk volna, hogy az amerikaiak majd mennyire fogják azt megismerni. Ugye a válaszról van ott szó. És most talán európai szemmel pedig itt van ugye Desmond Doss, hiszen ez a film, ez a japán térfélen játszódik, nagy rész, legalábbis majdnem a film felében, de a harmadában biztos. A másik világháború talán még véresebb, még brutálisabb, kegyetlenebb szinten. Mondjuk az európai sem volt piskóta, úgyhogy nehéz összehasonlítani. Sokan azt mondják, hogy összességében a japán hadszíntér az még durvább volt. És amiben egyértelműen a legjobb Mel Gibson, azt itt meg is kapjuk a harmadánál, vagy a, bocsánat, a harmadik harmadánál a filmben. Három nagyon durva, nagyon véres és nagyon realistának tűnő
csatajelenet tekintetében. Tehát itt jön elő az, amit már láthatunk az apokaliptóban, a passióban etetlenben. Egyrészt az, hogy megpróbál Mel Gibson a lehető legkevesebb cégével dolgozni, a statisztákat a legitöbb esetben mind beszerzi, és ott sem cégéz, meg copypastez, hanem megpróbálja a legtöbb statisztával megoldani a dolgokat, a leghitelesebb fegyverekkel, eszközökkel, ruházattal, és hát a koszos háború mocskos pokoli. Valójában tényleg hát ezek a jelentek olyan pokoliak, tehát tényleg mint a pokolva mentek volna el a főszereplőink. Aki ugye egyetemi főszereplő és sztárja ugye a filmnek, az ugye az Andrew Garfield. Én az Andrew Garfieldot sosem szerettem igazán. Nekem mindig is túl nyálas volt, mint régen mondjuk DiCaprio, csak számomra mind nem tört ki ebből a imézséből, ellentétben a DiCaprioval. És a szinkronja egyébként csak rátesz a lopatra, mert a nagyon tinis fiatal pókemberes szinkronját kapta. Ezt szerintem egy kicsit elcseszték, de meg kell hagyni, hogy ha mondjuk sorban raknám Andrew Garfield szerepeit, akkor biztos meg ezt tetszene a legjobban. Meg kell hagyni. De nekem még így is van egy felemás érzésem a színészi játékáról. És lehet volna még sokkal változatosabb, csak mivel talán megűzni is benne lehet a dologban azzal, hogy túlontúl a vallásra helyezte a hangsúlyt a filmben, és ezáltal kicsit nagyon egydimenziós karaktered Desmondos a filmben. Nem tudom, valójában is lehet, hogy ilyen volt tényleg, de mindenesetre emiatt Andrew Garfield nem kellett, hogy eljátszani olyan széles tágkörű színészi játékkal, mint amit esetleg elvártam volna tőle. Hiszen nem kellett sokszor évődnie, kételkednie például a hitében, mi igazán legalábbis nem kapott, vagy legalábbis nem mutatott olyan nagy játékot erre, illetve lehetőséget sem adott neki talán a forgatókönyv, és emiatt érzem azt, hogy egy kicsit ahhoz képest, amit vártam volna, nem lett olyan a játéka, pedig nagyon sokan dicsérték. De meg kell, hogy nem mondom, az eddigi szerepei közül szerintem még így is ez az, ami a legjobbja volt tőle. Szerepel még a filmben egy Luke Bracey, Sam Vertigan, aztán Teresa Palmer játssza a női főszereplő, egyébként a barátnőjét, Desmond Dossnak, Hugo Weaving pedig Dom Doss-t, azaz Desmond Doss apját játssza. Aztán itt van még, egyébként ki ne felejtsem, a sokak által nem igazán kedvelt Vince Vaughn, aki szerintem azért megmutatta, hogy tud ő jobbat is adni, például a egyébként összességében nem valami jó True Detective második évadában is azért tudott jobb szebb pillanatokat is nyújtani drámai szerepkörben. És részben itt is a drámai szerepkör jutott rá, de néha az ő jeleneteinél a kiképzéses résznél a filmnek, ami gyakorlatilag a közepe, a második harmada a filmnek, ott sokszor humoros pillanatokat is elhozott. Nagyon sokszor nevettek a mozi nézők, és néha én is különböző helyzetkomikumokon, katonai durvaságokon, már olyan durvaságokon, hogy pontosabban ilyen heccelődéseken és egyebeken, néha meg nem. Tehát ez a második harmad az igazából egy érdekes egybeleg volt a humornak és az acélövedékben látott durvaságnak a keveréke, ahogy fogalmazok, illetve a katonai jog érdekes részletét is megismerhettük, ugye a fegyverviselés, illetve a fegyverhasználat törvénye tekintetében. Tehát a második etap a kiképzés igazából egy felkészülés egyrészt a nagyon durva harmadik háborús részhez képest, tehát tényleg olyan, mintha egy új filmet kapnánk egyébként a háborús utolsó szegmestől. És a második etapban a kiképzésnél pedig egy kicsit az örület határán, illetve az a célövedékre hajazó jelenet sort kapunk, jó pár humoros beszorogatással és helyzetkomikummal. Ez is egyébként tetszett, nagy részt. Amint már említettem, hogy az a nagyon nagy pátoszosság, vallásosság középpontban helyezése, főszereplő karaktert illetően az nem igazán jött be, annak ellenére, hogy azért valami szélés vallásos vagyok. De hogy mondjam, ez már kicsit ilyen szélsőségesen bigott
itt volt, és néha kicsit olyan volt, majdnem, mint a saját szobáját is átugrotta volna a háború tekintetében. És az első fele, vagy az első harmada a filmnek az, ami még nem jött be. Kicsit úgy éreztem, majdnem, mint egy Forrest Gumpot nézni, csak light változatban. Egy romantikusabb, szirupossabb, illetve a karaktereket így fele másan kibontó első harmadot kaptunk, ahol a cselekmény is kicsit lassabban indult be, lassabban mozdult is. Egyszerűen ez a rész nem volt olyan jól kidolgozva, nem voltak olyan érdekes elemei sem, a romantikus szál nagyon gyorsan összejött, kicsit nem valószerűtlen volt. Nem tudom, nekem ez annyira nem ért be, és nem tudom, csak így én vagyok így vele, véleményem szerint. Elég sokanaknak nem ért be ez az első harmad, hogy én ezt észrevettem. Aztán, amit még mindenképp kiemelnék, az talán a Rupert Harry Greg, a Rupert Gregson. Akartam itt mondani, még egyszer nektek, de Rupert, jövőként az öccse, Harry Gregson Williams zeneszerzőnek, de egy Rupert Gregson Williams zeneszerzőről van szó. Ez 5-6-7 évvel fiatalabb körülbelül, mint a bátyja. Az ő zenének nagy részét én nem annyira szerettem. Eddig sem. A bátyját én nagy részt jobbra tartottam. Itt is szerintem egy átlagost hozott. Nem volt hatásos filmzenéje. A filmnek pedig az ilyen filmeknek szoktak adni. Inkább ez a szokásos, ilyen hazafias zene volt. Hát a Wonder Woman-nek is ő fogja hozni a zenét, úgyhogy érdekes lesz. Nekem átlagos volt, úgyhogy nem nagyon maradt meg. Amivel viszont egyértelműen szerintem Oscar-t kéne nyerni a filmnek, az egyrészt a látvány, ami mondjuk leginkább a speciális effektusok, nem annyira CGI, nem a vizuális effektusok, hanem a speciális effektusok terén van jelen, illetve, tehát a fényképezés esetleg, ha ez nem lenne, akkor a fényképezés, de leginkább talán a hangok, hanghatások azon iszonyat erősek. A moziban pedig a jobb filmre kicsit ráment a megfázáson át, de még így is annyira durva volt a moziban a hangzás világ, ez valami hihetetlen, ami isteni volt. És ez az, amit még mindenképp én jelöltetnék Oscarra, mondjuk a fényképezés vagy a látványvilág mellett. A többi részét annyira talán nem, mert a rendezés meg úgy csaklik, nem olyan szint, mint a rettenetetlené volt. Viszont megizon egy szép visszatéréset, azt meg kell hagyni, hogy 10 év után ez egy nagyon szép munka volt tőle. De ez a film kicsit ilyen felemás, tehát ilyen hullámszó teljesítménye volt. Ahogy mondottam, vannak nagyon jó pozitív és nagyon negatívabb részei is. Ez mondjuk az adott filmnéző filmkedvelési szokásaitól is függ. És a film elég hosszú, körülbelül 130-valahány perc, és lábista nélkül, és ezt is lehet érezni, ha rajta. Ennek ellenére Amerikában elég jól hozott, 136,5 milliónál tart eddig. Összességében a világon, Amerikában olyan 65 millió körül hozott, és hát az egy 10 éves visszatérés után nem is volt olyan rossz, szerintem Mel Gibson-tól. Viszonylag a kritika is szerette, 85-6%-os átlaga van, a nézők is szeretik egyelőre, 87-es IMDb-vel 40, nem is tudom mennyi, 42-3 ezer néző, Vox 85-öt akar. Ott egyre eléggé szeretik, 3 Golden Globe jelöléssel. Én azt kell mondanom, hogy szerintem néhány Oscar jelölése is lesz, de hát nem ez lesz a fő Oscaros film. Viszont nekem így összességében mégis egy pozitív csalódás, mert én csak egy trailert láttam korábban, és így félve vártam, és ahhoz képest ez meg tudott lepni pozitívan, úgyhogy én összességében ajánlom a kedves mozinézőknek és a csatorna nézőinek a Hacksaw Ridge-t, azaz a fegyvertelen katonát Mel Gibson rendezésében, de egy olyan 78%-ot azért át tudok adni, mert összességében nekem tetszett. És azt mondom, hogy Blu-ray-en érdemes lesz majd megvenni a látványvilága miatt. Eléggé durva, az tény, így nem hiába 18-as. Elég, ha csak annyit említek, hogy van egy olyan rész benne, amikor az Andrew Garfield egyik másik bajtársa, egy másik színész társa
egy már halott katona kollégájuknak a hát félig már szétjött testét használja pajsként. Már úgy, hogy felemeli hátánál fogva azt a maradékot, a megmaradt a testből, és így megy előre. Most ez csak egy jelenet volt a sok közül. Tehát ilyen durva dolgok vannak, úgyhogy akinek nem bírja a gyomra ezeket, azt nem nagyon nézze. Ha ennél is még durvább lett volna, amit láthatunk a moziba, akkor nálam is így lett volna, mert így is nagyon durva, de ez még szerintem ebben a tematikában kibírható, hiszen sajnos tényleg ilyen pokoli volt ott a világháború. A Pacific, a hős alakú című HBO sorozat már mutatott ebből jó pár elemet, akik azt látták, akkor leginkább ahhoz hasonlíthatják, csak még durvábban az itt látható jeleneteket. Hát ennyit akartam mondani a filmről, most egy szünet következik, aztán pedig az Assassin's Creed-ről fogok mesélni nektek, mert még megtalál egy Assassin. No, hát most pedig szerencsére visszatértem, mielőtt még megtaláltak volna, hogy majd esetleg rosszat mondanék a filmről. Jó hírem van, hogy mondhatok róla jót is. Igaz, hogy nem olyan hú, de sokat, de lehet róla nagyon jókat is mondani. De Assassin's Creed-et már olyan régóta tervezte az Ubisoft, még talán régebb volt, mint a Mel Gibson a Hacksaw Ridge-t. Talán 2-3 éve is már. Ha jól tudom, viszonylag nehezen találtak egyébként rendezőt rá, aztán végül Justin Curzel lett a választás rá, aki tavaly a Macbethet csinálta, viszonylag tényleg szép inkebezéssel, de ennél nagyon sokkal több pozitívumot én sem tudtam elmondani a Nobel mutatóban. Egy átlagos közepes alkotás lett az én szememben, főleg ennyi Macbeth alkotás után, tényleg a látványvilág az, ami megkülönböztette a szokásos Macbeth adaptációtól. Az Ubisoft azt ígérte, hogy ez aztán egy nagyon, hát összességében hű, de mégis a játékban eddig nem látott korszakot és főszereplőt bemutató film lesz, hiszen a játék alapvető elemeihez hű marad, és a főszállt is alapvetően a mondani való tekintetében is megtartja. Ezen kívül elég nagy költségvetést költenek rá, nagy színészeket tudtak szerezni, Michael Fassbender, Jeremy Irons, Marion Cotillard, illetve Brendan Gleeson, és hát még esetlegesen lehetne sorolni, például a Gangster Corzóból is Michael Kenneth Williams, vagy Charlotte Rampling, és hát lehetne még sorolni, talán elég nagy nevekkel. A filmzenét pedig Justin Curzel testvére vállalt el, aki a Macbethet is csinálta, és hát most egyre tényleg úgy tűnik, hogy az Alien Covenantet is fogja, mert a trailerben az ő neve tűnt elő, hát remélem, hogy ott tehetősebb, jobb filmzenét fog varázsolni. Igazából az Assassin's Creed filmmel a fő baj az az, hogy a marketinggépezet az szerintem egy picit más volt, mint ami lehetett volna, inkább ilyen menő, cool marketing gépezete volt, meg ilyen modern marketing gépezete, és nem mentek rá nagyon arra, hogy itt a történelmi korokon át is utazhatunk, és ez adja a játék egyik fő lényegét is. Nem mentek rá annyira erre a feelingre, inkább a trailerekből is ezzel a hülye menő reppes, nem tudom, a háttérzenével inkább ezt a modern menő kulságot akarták itt előállasztani, itt most itt egy konzoljátékkal játszanánk 10 évesen, és hát itt nagyon menően ugrálnánk össze-vissza, meg harcolnánk, és azon a lényege csak is a filmnek, vagy a játéknak. Persze alapvetően ez is egy fontos eleme, de összességében nem ez a lényeg a játék, és akár a film tekintetében sem. De ezt annyira nem tudták hát figyelembe venni, legalábbis úgy néz ki. Egyrészt a filmből kivágtok egyébként egy 30 percet, ha jól emlékszem, hiszen 145 perc körül ígérték korábban, aztán 115 lett a 145 percből. Hát egy-két érdekes kérdés hátra maradt
a filmnézőket, játékosok számára is, amikre nem kaptunk választ. Ezeket talán megválaszolhatták volna az abba a fél órába. Az viszont való igaz, hogy így csak egy olyan harmadát kaptuk meg a filmnek a 15. századi spanyol inkvizíció világában, ugye Spanyolországban. Azt is csak így random bebedobálva, tehát nem adtak igazából kellő mélységet, értelmet ezeknek a jeleneteknek, hanem csak szó szerint a filmnézőt, ahogy Michael Fassbendert is bedobták egy gyors jelenet erejéig a Spanyolországba, 10. század Spanyolországba. Azt hiszem meg kell, hogy ezek a jelenetek nagyon látványosak voltak, néha drónokkal dolgoztak a felvételek tekintetében. A kaszkadőr jelenetek 95%-át Michael Fassbenderék megcsinálták, és nagyon látványos parkőr és egyéb ilyen akciódús mozdulatok tárháza várott ránk, de azt meg kell hagynom, hogy sajnos néha váltakoznak tényleg a jelenetek a modern anonymusos jelenet sor, illetve a harcos spanyolországi jelenetek között. Ez néha megtöri a lendületet. Tehát nem is értem, hogy ezt miért kellett így csinálni a Justin Curzelnek, hogyha annyira tényleg rákészültek kaszkadőrökkel, nagy költségvetéssel, koreográfiával, harci koreográfiával és jó színészekkel ezekre a jelenetekre, és legtöbbször egyébként nem használtak CG-t, háttérben is csak minimálisat, és helyszínen is forgattak, spanyolva is, akkor miért nem tudtak arra figyelni, hogy ne vágjanak át néha a jelenbe, illetve pontosabban a közeljövőbe, a mai jelen világunkat nézzük. Egyszerűen megtöri a lendületét az amúgy lendületes akcióleteknek. Szerencsére azt mondom, a második anonymusos túra vagy trip esetén ebből kevésebb van, így sokkal látványosabb is lesz. Ez a rész, ez egyik a leghosszabb akciólet is talán a filmben, egy ilyen 10 perces körülbelül, ha nem számítjuk a filmelei minimális 15. századi kitérést, és Spanyolországban körülbelül 3 nagy spanyolországi akcióletet kapunk, de ezen kívül nem kapunk ott például semmi összeesküvéses szállat. Annó mondogatták, hogy Leonardo da Vinci esetlegesen szerepét teszi, nem tette szerepét a filmben. Nem volt kidolgozott igazi történet szála ennek a 15. századi spanyol vonalnak, hanem tényleg csak az akcióra helyezték, ami látványos volt, jó a fényképezés, tényleg, és a zene egyébként ott már az akciójeleneteknél jó, ott lüktető erejük, de ezen kívül semmi értelme nem volt. Hát persze igen, az Éden almája, ez az egyik fő eleme a film történetek, hogy ezt meg akarják szerezni a templomosék, élükön, ugye, a Jeremy Irons átalakított karakterrel, mert ezzel megakadályozhatják az erőszakot. Gyakorlatilag megszüntethetik az emberben a szabad akaratot, ennél többet nem mondanék, bár olyan nagy spoiler a játékoknak, tudóknak nincsen. Egyébként megismerik a legtöbb a játékban látható elemet, a kéznél, vagy a karjának kívül pengén át, a Leap of Fate, a hatalmas ugrás, a klasszikus Assassin's Creed ruha jó sokszor előtűnik, ugye. Akkor a klasszikus Assassin's Creed-es mozdulatsorok, parkörök el is lehetne sorolni. Nagyon sok elme ilyen szempontból hasonlít a játékra. Mondjuk, mint a Prince of Persia játék adaptációnál is, ott is azért sokszor kamerabeállításokkal, különböző mozdulatsorokkal, díszletekkel próbálták a játéknak a hangulatát visszahozni, és a sokszor sikerült, és itt is ez a helyzet. Mondjuk a hatalmas köd kicsit tompítja néha a spanyolországi jeleneteknél, azt nem tudom, lehet, hogy csak a hátsó cégéját akarásának kellett, végig egy 125 millió dolláros filmről beszélünk, azért ez nem kevés pénz, talán az is lehet, hogy ez eddig legdrágább játékadaptáció vagy azoknak az egyike. Ennek elére próbáltak sokszor takargatni valószínűleg a köd, de ez nekem nem jött be. A film nagy része tehát a közeljövőben játszódik, valószínűleg a film esetében a film jelenében, az Abstergo cégnél, ahol Jeremy Irons, illetve lánya, akit ugye Marion Cotillard alakít, hát próbálja megszerezni gyakorlatilag az Éden almáját. Az igazság az, hogy itt beraktak egy csavart, ugye a film, majdnem kétharmadánál, Marion Cotillard karakterét illetően, és az a csavar szerintem nem volt nagy csavar, mert ez kikövetkeztethető volt már körülbelül a
film maximum harmadánál. Majd a film végén is van egy olyan jelenetsor, ami nagyon gyorsan összecsaptak, és egy kicsit egy csavar is egyben, de össze lett csapva. Hát nem tudom, ott az őrök eltűntek, vagy én nem tudom, hogy ezt hogyan gondolták, hogy ilyen egyszerűen majd megoldható lesz, és hogy gyakorlatilag a film folytatásért kiállt. Egyetem úgy lezárva, hogy sziasztok, folytatjuk majd nem sokára. Emiatt viszont olyan, mintha kaptuk volna egy bevezető filmet, és egyébként az egész filmnek ilyen érzete van, mintha egy bevezetőt kaptuk volna, akár egy játékhoz egy bevezetőt, mondjuk hogy te az új spanyol részéhez, egy nagyon hosszú intrót, vagy összességében az egész sorozathoz egy bevezetőt kapnánk, mert eleve a karakterek nincsenek annyira teljesen kidolgozva, kevés az, ahogy mondottam, például a régi helyszín, a jelenben lévő helyszínek pedig ismétlődnek, nem elég ötletesek sem hosszú távon. Akkor Marion Cotillard apját játszó Brandon Gleeson alig tűnik fel, körülbelül 3 percre a filmben. Nagyon sok párbeszéd egyszerűen, el lehet, hogy a fél órás vágásnak is, meg hát alapvetően a forgatókönyvíró hibáknak is nagyon gagyinhat, egyszerűen nagyon röhelyes. Sok szállat nem magyaráznak meg, igazából teljesen jöjj rá te magad, vagy legyél a játék fanya, és akkor meg talán az utalásokra felfigyelsz. Tehát ez nekem ilyen szempontból nem teljesen jött be. Ez összességében azt hiszem, hogy a forgatókönyvben a kapkodva írták volna meg. Itt Jeremy Irons, Marion Cotillard, néha Fassbender is áradozik a forgatókönyvről, hogy azért vállalták el, mert nagyon érdekesnek tartották, ha bár nem játszottak a játékkal. Csak aztán a Cotillard hallott róla egy barátnőjétől, aki játszott mindegyikkel, és körülbelül ennyi. Ennek ellenére viszont csodálatos volt a forgatókönyv, és azért elvállalták. Hát ezt nehezen tudom elhinni, mert vannak benne erősen lyukak. Az mondjuk tetszett, hogy autentikus volt, spanyolországban spanyolul beszéltek. Az akkori Aquilar nem úgy nézett ki, mint később Callum Lynch, majd a későbbi Fassbender, csak a rokona volt, de nem ugyanaz. Hiába ő játszotta ezt is, ez egy kicsit máshogy nézett ki, erre is figyeltek. És hát mondott a tényleg látvány, a fényképezés ott van, a rendezés hoz egy bizonyos szintet, de mondjuk jónak nem nevezném. Összességében ez akkor is egy csalódás, tehát a Warcraft filmhez képest maximum egál szint, vagy még annál gyengébb idén. Az igazság, hogy itt is erősen rajta van a stúdiója, a producerek keze, amelyek között mondjuk ezután Michael Fassbender is ott volt. Nem értem, hogyha esetlegesen még jobb film lenne, vagy inkább értelmesebb és érthetőbb film lenne mondjuk a vágások nélkül, akkor minek kell megvágni. Azt tudni kell, hogy a játék adaptációk hosszantartó sikerét, vagy legalábbis a bevétel jó részét mindenképp azok fogják adni, akik nem játszottak a játékkal, hogyha ők ezt nem értik meg, ezt a filmet, akkor az nem lesz sikeres. És sokszor még a játék rajongó is sem értették meg ezt a filmet, én is néha még kapkodtam a fejemet, hogy most mi van. De azt meg kell adni, hogy a játékból a legtöbb elem, hogy az éden, ahol már is értettem, az ez benne van a filmben. Tehát aki mondjuk játszott az első 3 része, ezt mondja elég, akkor a legtöbb dolgot azért jobban fogja érteni, gyorsabban fogja megérteni. De összességében ez nem egy olyan film, ami mindenkinek szólna. A legtöbb esetben azt mondják el, hogy csak a rajongóknak készítik el a játékfilmeket, viszont ha csak a rajongóknak is csinálják meg, elkapkodott forgatókönyvvel gyenge látvánnyal teszik mindezt. És itt azt tudom tészteni, hogy még nem teljesen csak a rajongóknak akarták elkészíteni, hanem ugye a közösségnek is, csak ezt egyszerűen hát nem tették meg eléggé minőségű forgatókönyvvel, párbeszédekkel és hát cselekménnyel. A jelenben játszódó részek nagy része unalmas. Egyszerűen nagyon untató, vannak művészinek szánt jelenetsorok, mint a Macbethben egyiket, ott is ezek unalmas részek voltak, itt is olyan kis lelassított momentumok, a Matrix-os effekte, művészi jelenetsorok jönnek elő körzetből, és ezek lelassítják, letopítják nagyon a filmet. Az még tetszett, hogy néha átvillanani, többen nem mondanék a spanyolországi világ és a karakterek, még a jelenben is, Callum Lynch számára, de ezekül a többiesség időhúzás volt. A legtöbb merek karakter a jelenben, de még akár a múltban is teljesen kidolgozatlan, csak úgy ott van, aztán vagy el is tűnik, vagy meghal, vagy ha még tovább és tovább megy a főhősünkkel, akkor is egyelőre jelentéktelennek tűnik. Mert erre is figyeltek, itt is ne legyen jó karakteres karakter.
ebben a filmben, ami pedig azért lenne fontos, mert a játékban volt. Legyen az nagyon ismert ember, mint például már Leonardo da Vinci, vagy lehetne sorolni, legyen az esetleg addig ismeretlen, de a játék során, és több idő is volt mondjuk rá, de egy megszerethetőbb karakter. Itt ilyen nem igazán van. Tehát azért ez elég érdekes, és hát a Michael Fassbender kanon nincse, de nem akarok spoilerezni, de a lényeg az, hogy elér bizonyos szintre a film végére, amire még inkább azt érzem, hogy na most csak most indul be igazán a cselekmény, most kezdődik el majd az igazán a játék, a kaland, és hát a maga a film. Eddig csak a bevezetést láthattuk, most kaptuk meg azt, hogy mi várhat ránk, az ígéretet. Szóval ez a film, ez egy csalódás egyértelműen. A szinkronja se lett valami jó, én inkább eredeti felirattal, eredeti hangon ajánlom. Egyszerűen olyan, mint hogyha az Ubisoft nem dolgozta volna ki kellően a játékot, nem figyelt volna rá eléggé, pedig az idejük meg volt rá, ezt nem lehet mondani. De az is lehet, hogy Cursor a hibás ebben. Ezt igazából rátok bízom, hogy ti kitartotok igazi bűnösnek két gárda közül. Minden esetre megvannak a pozitív pillanatai, amennyire lehúzzák, annyira szerintem nem rossz. Idén ennél sokkal rossz a filmeket is láttunk. Ez nem egy Uwe Boll szintű játékadaptáció. Mondjuk a Warcraft-tól is talán picivel elmaradt. De összességében ez egyáltalán annyira nem rossz, amennyire lehúzzák. Vannak pozitív és negatív elemei, épp ezért adok neki egy 50%-ot, az gyakorlatilag egy 3-as alát, vagy egy gyenge 3-as. Ennyit megérdemel, de nem többet. Azt kell mondanom, hogy ha lesz folytatás, akkor az jobban sikerülhet, de az első rész az sajnos Toronto bevezető jellegűvé vált. Azért a fiataloknak szerintem jó részt tetszeni fog, akik csak a látványra mennek rá, bár abból sokkal több is lehetett volna a filmben, ilyen költségvetés mellett valami értem futotta, ezen elgondolkoztatunk, hogy vajon miért. Hát ennyit akartam mondani ma erről a két filmről nektek. De két filmben voltak egyébként elgondolkodtató részek is. Az Assassin's Creed-be elhozták a violence, azaz ugye az erőszakosság kérdéskörét, a vallást is, és lehetne sorolni. A fegyvertelen katonában nyúlva előtt a vallás, a háború idézővel békésebb módja, és lehetne sorolni. Szóval az kérdés, hogy ezek azért látványfilmek voltak a maguk szemszögében mindenképp. Mindegyik tudott valamilyen szinten elgondolkoztatni, és ez egy jó hír, az év végére azért látvány mellett valamit puszt is tudtak néha adni, az más kérdés, hogy hogyan sikerült ezt kidolgozni, de legalább valami mást is akartak, és próbáltak például az Assassin's Creed-nél is, és néha egyébként a fegyvertelen katonánál is szürkébb karaktereket is hozni, például Assassin's Creed-ben nem egy az egyben jó, az Assassin rend és a templomos rend sem egy az egyben rossz. Mind a két félnél vannak jobb és pozitívabb és rosszabb emberkék is. Tehát azért azt jó látni, hogy néha most ha próbálnak az egyszerű blockbusterekbe is, legalábbis először annak szánt filmekbe, egy-egy művészi belemet rakni, néha ez csak a fényképezés ellenőrzésen látszik, néha már ilyen különböző témakörök, kérdéskörök tekintetében is. Én akartam mondani nektek, remélem tetszett nektek erről a két filmről, a bemutatom a kritikám. Inkább a fegyvertelen katonát ajánlom, de akinek tetszett az Assassin's Creed játék, szerintem azoknak jobban fog tetszeni egy picit a film, mint azoknak, akik nem ismerték a játékot. Búcsúzom tőletek, sziasztok!